Elfogadta a Túri György Múzeum és a Halis István Városi Könyvtár 2019-es munkatervét a Humán Bizottság. A ma délutáni sorosülésen ülésen Száraz Csilla, a Nagykanizsai Múzeum igazgatója részletesen elmondta a tagoknak az intézmény idei terveit. Ezek között szerepel a múzeumok éjszakájának megszervezése, a családi szombatakció, illetve az intézmény alapításának 70, valamint az első gyűjtemény 100 éves évfordulójának méltó megünneplése. Csupi Gyula a Kanizsai Bibliotéka igazgatója is ismertette az idei munkatervet. Ebben kiemelt szerepet kapott a Halis Suli program, amely azért jön létre, hogy a fiatalok körében népszerűsítse az olvasást. Szintén kiemelt fontosságú a könyvtár rendezvényei közül a Pék Pál emlékév folytatása. A Humán Bizottság tagjai a két munkatervet és a mai ülés összesen 14 nyílt napirendi pontját egyhangulag támogatták.